Igazgatója szerint az árakat lenyomó készletek hamarosan fogyni kezdenek. Sok országban a baromfi tartók átlagosan 15%-kal csökkentették a telepítéseiket. A baromfi ágazatnak mintegy 4 milliárd forint lehet a részesedése a koronavírus járvány gazdasági hatásainak kezelésére szánt 25 milliárd forintnyi többletforrásból. Ez a terméktanács szerint arányos az ágazat súlyával. De én megmondom őszintén, csak olyan híreket találtam, amiket szerintem el fog mondani majd Schmidt-Tandi is. Például, hogy ugye nem ment Amerika az űrbe, de szerintem sokan tudjátok, hogy el kellett halasztani a rossz idő miatt, meg hogy megtalálták az Ibiza-botrány eredeti felvételeit, meg azt, hogy egy háború alkalmazott egy francia vállalat tárgyalójába berontva három embert lelőtt. Szóval ilyen híreket találtam, de szerintem mondom, ezt majd schmidt -Andi elmondja. Igen. Egy nagyon fontos dologról meg kell emlékeznünk, a korábbi technikai vezetőnk, aki azóta is lelkesen hallgat bennünket. Dániel hallgató, hogy értsed, mire gondolok? Az nem a korábbi, hanem ő, nem a korábbi, hanem az meg egyel é, kettő, korábbi, kettővel igen, korábbi. Elnézést, Nagyon nem, nem gyorsan tudom. ledaráltunk egy pár technikai vezetőt, amíg rá nem találtunk a mostanira, de nem tudom, ez most jó-e neki ez az információ, vagy nem, ezt dönts el mindenki maga. Na mindegy, ő kérlek szépen egy napon született Magdi Anyussal, Talmácsi Gáborral, Kylie Minoggal, Fehér Andrá, annával Rudi Giuliani volt New Yorki polgár, Mesterel. úgyhogy nagyon szeretném, ha megcímkéznénk, felpántlikáznánk a következő zeneszámot, és akkor küldenénk neki, had zen vala. Küldjük neki, és mindenkinek, aki szereti. Aki szereti. Yeah,